Svájc és Finnország korosztályos válogatottja gyűri egymást a jégen. A szurkolók mégis magyarul biztatják a fiatal jégkorongozókat. U10-es VB elnevezéssel rendeztek ugyanis tornát a korcsoport magyar játékosainak a dunajvárosi jégcsarnokban, a magyar felnőtt válogatott A csoportba jutásának apropóján. Az eseményen kizárólag erre az alkalomra összeállított csapatok vettek részt. A célja az, hogy a gyerekek összeismerkedjenek egymással, és élvezzék a játékot, és az, hogy ne legyenek annyira meghatározóak az, hogy milyen klubban játszanak, hanem attól függetlenül is szeressék a jégkorongot, és összebarátkozzanak egymással. A tornán a fővárosi klubok is képviselték magukat, így a budai Jégkert SE játékosai is jégen voltak az alkalmi válogatottakban. Mint azt Tejfalusi Béla edző elmondta, az U10-es korosztályban igen komoly lehetőségek rejlenek. Egy óriási fejlődésen ment át, már maga az, ami például ez a rendezvény, hogy 220 gyerek abból a korosztályból itt játszhat, és ráadásul azok a gyerekek vannak itt, és úgy vannak kiválogatva, akik még a jobb korosztályhoz tartoznak. Tehát gyakorlatilag ügyesek, gyorsak, és ezt ott tudom most lemérni, hogy a magyar válogatottat vezetem, és látom, hogy a gyerekek kapkodnak már a levegőért, helyenként olyan jó íramú mérkőzéseket játszanak. Óriási a küzdelem, és minden egyes gólért megdolgoznak. A rendezvény különlegessége volt, hogy a csapatokat nem egy-egy klub játékosaiból állították össze, így alkalmi összeállítások is születtek. Például egy USA csapatban van 5 vagy 6 egyesületből, és most ismernek egymással, és mindenkinek egy óriási élmény. A résztvevők is különlegesnek értékelték az egyszeri csapat összeállítást. Nagyon sokat lehetett tanulni, mert egyrészt nem a csapattársaid játszottál, hanem más csapat játékosaival játszottál. Az U10-es korcsoportban hazánkban mintegy 20 egyesület indít csapatot, akik 3 csoportba osztva játszanak mérkőzéseket. A bajnokság következő fordulóját szombaton rendezik.